Kerítést festettek, tereprendezést végeztek, valamint különféle játékok és foglalkozások szervezésében is részt vettek azok a fiatalok, akik a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes programjában vettek részt. Hogy mi volt ennek a célja, és még mi valósult meg ennek keretében, arra is keressük a választ a mai 35 percben. Szép estét kívánok, már is kezdünk! Elrajtolt a pótfelvételi, a héten még lehet jelentkezni a meghirdetett képzésekre. Szennyezett víz, több szabadstrandot is lezártak, de már újra lehet fürdőzni. Ifjú önkéntesek sok fiatal vett részt a Máltai Szeretetszolgálat munkájában. Népszerűek voltak az egészségügyi képzések a Debreceni Egyetemen. A Nyíregyházi Egészségügyi Karra a tavainál mintegy 100%-kal több hallgatót tudtak felvenni az idei általános felvételi eljárásban. Közben már tart a pótfelvételi időszaka. Azok, akiket most nem vettek fel, vagy csak nemrég döntöttek úgy, hogy jelentkeznének a felsőoktatásba, augusztus 8-áig választhatnak a képzések közül. Köszöntöm a stúdióban dr. Sárváry Attilát, a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karának oktatási DK helyettesét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Minek tudható be ez a nagyobb érdeklődés, illetve az, hogy több hallgatót tudtak felvenni? Hát pontosan azt nem tudom megmondani, hogy minek tudható be, illetve bővült a képzési helyszínünk, hiszen most a Szolnoki Kampuszon is meghirdettük ápoló és védőnő szakokon a képzéseinket, és nyilván oda hallgatókat vettünk fel, tehát tulajdonképpen ez adta igen a felvett hallgatói létszám bővülését. Hogyan alakultak a ponthatárok a tavalyihoz képest? A ponthatárok nagyjából ugyanazok voltak, mint tavaly, tehát ebben nem volt változás. Talán annyit tudnék elmondani, hogy az átlagpont, tehát a felvett hallgatók átlagpontszáma az valamilyen magasabb volt, mint a tavalyi. Milyen kampányt folytattak annak érdekében, hogy a végzősök, vagy már korábban végzettek, az önök szakpárjait válasszák? Igen, hát tulajdonképpen ugye akik alapvégzettséget szereznek az egészségügyi karon, azok közül mindenki mesterképzésen folytathatja a tanulmányait. Egyrészt akik oktatásban szeretnének részt venni, azok ugye az egészségügyi tanármester szakot választhatják, akik az egészségügyi és szociális szférában is szeretnének dolgozni, illetve rálátásuk szeretnének kapni, akkor az egészségügyi szociális munkamester szakot választhatják, illetve egy nagyon speciális szak a szociális munka és szociális gazdaság mesterszak, amely tulajdonképpen megint csak a szociális képzésre épül elsősorban, és ez azért speciális, mert a mintatantervét tulajdonképpen 9 Európai Uniós Felsőoktatási Intézmény dolgozta ki közösen, és ez egy közös diplomát adó mesterszak. Ezen kívül az ápolás mesterszakot, illetve kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterszakot szeretném még megemlíteni. Ez sem túl régi lehetőség. Ami valóban egy nem túl régi lehetőség. 2017. szeptemberében indult el ez a típusú képzés, 3 specializációval. Erre a képzésre ápolók, illetve mentőtiszt alapvégzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek. Jellemzően az alapdiplomát szerzettek hány százaléka megy tovább a mesterszakokra? Hát azt így pontosan nem tudnám megmondani. Körülbelül egy olyan 10%-ot mondanék most egy gyors fejszámolással. Gyakorlatilag nagyon sokszor van úgy, hogy akik végeznek, azok elhelyezkednek a munkaerőpiacon, dolgoznak pár évet, munkatapasztalatot szerez, és utána jönnek vissza, így van. Mik a legnépszerűbb szakok itt a Nyíregyházi karon? Igen, az alapszakok közül most ugye a legtöbben most is a mentőtiszt szakra jelentkeztek, nagyon sokan jelentkeztek védőnő szakra is, illetve a szülésznő szakra. Továbbá a levelező képzések közül most nagyon népszerű volt a szociális munka alapszak és a védőnő alapszak. Elindult a pótfelvételi eljárás. Ez mennyire szokott közkedvelt lenni az egészségügyi karon, és most hogyan zajlik? Hát körülbelül egy 40-50 fő szokott jelentkezni ebben az időszakban. Nyilván itt ugye azok jelentkezhetnek csak, akiket nem vettek föl sehova, illetve még nem jelentkeztek az általános felvételi eljárás során sehova, tehát egyetem felsőoktatási intézménybe se, úgyhogy nyilván ez egy limitált pool, akik jelentkezhetnek. Minden esetre azért mind az alapszakokra, mind a mesterszakokra szoktak jelentkezni. Minden szakra meghirdettek pótfelvételi eljárást? Így van, minden szakra, tehát minden olyan szak, amely tulajdonképpen az általános felvételi eljárásban indul, az ugye a pótfelvételi eljárásban is hirdethető. Érdekes újdonság, hogy nem csak költségtérítéses formában lehet most jelentkezni. Így van, ez egy nagyon fontos, hogy felhívjuk a jelentkező hallgatók figyelmét arra, hogy az idén az orvos és egészségtudományi alapképzési szakokra, tehát így a mentőtíz, szülésznő, védőnő, ápoló, egészségügyi szervező szakokra önköltséges képzés mellett állami ösztöndíjas helyek is rendelkezésre állnak. A mesterszakok közül pedig igaz ez a kiterjesztett hatáskörű ápoló mesterképzésre. A beszélgetés elején már említette a szolnoki képzéseket. Hogy került egyáltalán az egészségügyi kar képzése Szolnokra? Igen, ugye a Debreceni Egyetem átvette a szolnoki kampuszt, és akkor elkezdődött a tervezés, hogy melyek azok a szakok, vagy szakemberek pontosabban, akikre ebben a régióban, ugye Jász-Nagykun-Szolnok megyében szükség van, és nyilván itt a orvosegészségtudományi szakok közül, amelyeket mi hirdettünk, az ápoló és a védőnő szakokra, vagy szakemberekre van a legnagyobb szükség. Innen járnak Nyíregyházáról az oktatók Szolnokra, vagy esetleg ott helybelieket is alkalmaz a nyíregyházi kar? Mindenképpen ezt ugye meg kellett oldanunk, és hát nyilván itt az első évben bizonyos mozgás lett, de elsősorban arra törekszünk, és már fel is vettünk munkatársakat a szolnoki kampuszra, akik most első körben elsősorban gyakorlati oktatásban fognak részt venni, de a Szolnoki Hetényi Kórházból, illetve a MÁV Kórházból is bevonunk orvosokat, illetve ápolókat a képzésbe. Mi a tapasztalat? Végeznek egyáltalán utánkövetést a tekintetben, hogy az önöknél szerzett diplomák mennyire piacképesek, mennyire könnyen tudnak elhelyezkedni a fiatalok, vagy akár a később mesterszakot végzettek a területükön, mennyire van erre igény? Azt tapasztaljuk, hogy viszonylag rövid időn belül szinte mindenki el tud helyezkedni, tehát 6 hónap alatt a végzettek 90%-a el tud helyezkedni. Nagyon igaz ez az ápoló szakra, hogy gyakorlatilag már a tanulmányi időszak alatt munkába állnak, vagy állhatnak a fiatalok, a hallgatóink. Ugyanígy ugye a védőnők, mentőtisztek is nagyon gyorsan el tudnak helyezkedni, igaz ez a mentőtiszt szakra is. Ugye az egészségügyi szervezőknél az egészségturizmus specializációt, amit indítunk, az egy széles szak, vagy végzettség, amivel el tudnak helyezkedni, de ugyanez igaz a szociális munkás alapszakra is, hiszen sajnos az utóbbi időben lecsökkent a végzett hallgatók száma, tehát a munkaerőpiacon nagyobb az igény, mint amennyien végeznek az utóbbi időben. Nagyon nagy átrendeződés tapasztalható az egészségügy területén. Mennyiben módosítja ez a lehetőségeket? Igen, hát nyilván ez egy összetettebb kérdés, kétségtelenül, hogy a munkaerőpiacon ez azért bizonyos mozgásokat kiváltott, és kivált. Azt tapasztaljuk, hogy van egy bizonyos fluktuáció, tehát vannak, akik elhagyták a szakmát emiatt, de alapvetően vagy éppen van egy olyan pool is, akik mondjuk a kórházból az alapellátás felé mozognak. Vagy éppen a magánegészségügyi rendszer vagy éppen felé, a magánegészségügyi menedzserek, vagy ápolási végzettséggel azért így van, tehát így van, a magánegészségügyi szféra is egyre jobban megerősödik az utóbbi időben, tehát mindenképpen van egy mozgás, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekre a szakemberekre a jövőben is nagy szükség lesz. Tehát az általános egészségtudatosság iránt is nagyobb az igény, én azt gondolom. Tehát mondjuk egy dietetikusra talán most még nagyobb szükség van, mint valaha. Így van, így van. Nyilván az alapellátás is most nagy mértékben átalakul, ugye bejön a dietetikus, a gyógytornász, így van, a praxis közösségek kialakulásával egy sokkal szélesebb szakembergárdára fog támaszkodni az alapellátás, és ezekre a szakemberekre abszolút szükség van. Dr. Sárváry Attila, köszönjük szépen, hogy beszámolt mindezekről nekünk ma este. Köszönöm szépen. 4 megyénkbeli szabadstrandot is lezáratott a kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a napokban a rossz vízminőség miatt. Több kórokozó koncentrációja haladta meg ugyanis a megengedett határértéket. Az érintett helyek közül még Gergelyiugornyára látogattunk el, ahol azóta már újra lehet fürdőzni. Hogy mi volt ennek a feltétele, és nyáron milyen fejlesztésekkel, programokkal várják az ideérkezőket, annak is utána jártunk. Néhány napja még csak fotózkodni lehetett a Gergelyiugornyai szabadstrandon, fürödni nem. Nagyjából egy hétig volt üres a part, miután egy vízmintavétel eredményeként kiderült, hogy 2 baktériumból is a megengedetnél több volt jelen a vízben. Az lehetne 900, nem sokkal volt több, meg 968. Az ügyben akkor megkerestük a Vásárosnamény polgármesterét, tőle kérdeztük, milyen kor a teendő az újranyitás előtt. Sajnos a nyár közepén kaptuk a szomorú hírt, amely minket mindig lesújt, hiszen Gergelyiugornya és a Gergelyiugornyai Tiszai szabadstrand nekünk ilyenkor a szívünk csücske, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sok turista látogat ide ilyenkor. Ugyanakkor azt is láttuk, tudtuk, hogy áradás van, és ennek mindig megvannak a következményei. Nos, meg is voltak egy víz mintavétel eredményeképpen az enterokoppusz és az E. coli baktérium a megengedetnél magasabb mértékben volt jelen a vízben, épp ezért teljesen helyes és szabályos módon, bármennyire fáj is, a felső utasításra, tehát ilyenkor a kormányhivatal döntése, a népegészségügy egyértelműen jelezte irányban a tisztifőrös asszony által, hogy le kell zárnunk a szabadstrandunkat. Ennek megfelelően kivételre került a bója, illetve elhelyezésre kerültek a földeni tilos táblák. Ilyenkor az a következő lépés, hogy vízmintákat kell vetetnünk a vízből, azt megvizsgálják a szakemberek, és amikor is 2 egymás követő alkalommal negatív a vízminta, akkor újra lehet nyitnunk. Nem csak itt a Gergelyiugornyai szabadstrandon volt gond a vízminőségével. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal átmeneti fürdőzési tilalmat rendelt el több helyen is a Tiszán. Így a Tivadari, a Jándi és a Tuzséri szabadstrandok sem voltak látogathatóak. A szennyeződés valószínűleg a folyón érkező árhullámok hozták magukkal. Ezek okozták a veszélyesnek és egészségre ártalmasnak ítélt vízminőséget. Nem is évről évre, de 3-4 évente azért előfordul, amikor az időjárási viszonyok olyanok, hogy a folyó júniusban még árad, akkor az bizony benne van, hiszen azért a határon túli területekről, a kárpátai részről, a szatmai részekről, hiszen speciális helyzetben lévő kisváros vagyunk. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy közigazgatási határunkon belül 4 folyó található, Túr, Szamos, Kraszna és a Tisza, ennek minden örömével és minden nehézségével, de ilyenkor nyáron sajnos az áradások kapcsán a határ túli részekről elég sok szennyeződés kerülhet be a folyóba. Nyilván mi igyekszünk fölhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy mi ezzel nem tudunk mit kezdeni, hiszen a folyó, a víz az jön, és az hozza magával, amit ott talál, de nagyon szoros és nagyon komoly együttműködések indultak el az elmúlt időszakban. Elegendő arra gondolnunk, hogyha itt a katasztrófavédelem és a Fetivízig által kiépített védelmi rendszerre, amely a szemetet gyűjti össze a folyón, amikor egy áradás kapcsán nagy mennyiségben érkezik hozzánk, ezeket gyűjtik, szelektálják, és gyakorlatilag első lépésben pedig kiszedik a folyóból, ami nagyon-nagyon fontos. Én hiszem azt, hogy mind Ukrajna, mind Románia, mind Magyarország komolyan veszi azt a kérdést, amelyre mindig rávilágítunk, hogy vajon mit hagyunk majd a gyermekeinknek. Nagyon fontos, hogy tiszta a környezetet, tiszta erdőket, tiszta mezőket, és főként tiszta folyókat hagyjunk majd. Mivel mindkét minta negatív lett, a hétvégén már megnyithatott a strand a fürdőzők előtt. Más kérdés, hogy mindazt a három határ híreinek fotói mutatják, a hétvégi vihar a Gergelyiugornyai parton és üdülőövezetben is jelentős pusztítást végzett. Jó időben egyébként így néz ki a strand. A város polgármestere bízik abban, hogy a fürdőzők idén-nyáron is jól érzik majd magukat, erről pedig az újabb fejlesztések és színes programok is gondoskodnak majd. Igyekszünk tartalommal megtölteni Gergelyiugornyát, és aki ide érkezik és pihenni vágyik, megteheti. Ugyanakkor azt is tudom, hogy szombatról vasárnapra viszont a fiatalok, azok, akik itt a buli kapcsán szórakoznak és kapcsolódnak, én arra kérnék mindenkit, hogy tartsuk egymást tiszteletben. Gergelyiugornya elindult a család felé, tehát szeretnénk azt, hogyha egy családbarát Tiszapart lenne itt Gergelyiugornyán, Vásárosnamény. Úgy említenék majd, hogy igen, ide érdemes lenni a családdal, kisgyerekekkel, de a fiatalság is megtalálja a számításait. Épp ezért itt 9-én egy Follow the Flow koncertet szerveztünk, azt követően pedig pótoltuk a elmaradt gyermeknapunkat, Tiszabarti Gyerekparti címén. Itt kedveztünk a lakosságnak, kedveztünk az ideérkezőknek, és kedveztünk azoknak a vállalkozásoknak is egyfajta lehetőséget mutatva, hiszen ha az önkormányzat koncerteket szervez, akkor erre mindenkinek megvan lehetősége. Mi ezzel beindultunk, és hiszem azt, hogy a forgalmunkon is ez meglátszott, és az ideérkezők megelégedésére azokat az ízeket, gondolok itt az italokra, ételekre, arra a gasztronómiája, amire ez a beregi vidék híres, mindenki föl tudta villantani, de az élet nem állt meg. Jelezném azt, hogy augusztus elején PET-fesztiválra kerül sor, érkeznek hozzánk a PET-kalózok, jönnek a PET-esek, ugyanakkor augusztus 20-21-22-én pedig nagyon komoly programokkal várunk ide mindenkit Gergelyiugornyára, hiszen itt aztán a gangstán kívül jön a Republik is, illetve nagyon komoly kerékpáros versenyre is kerül majd sor, világkupa versenyre kerül sor, ifjúsági világkupára ismételten, és ennek egy kuriózuma az, hogy Vásárosnaményból indul majd 21-én augusztusban, és Vásárosnaményba érkezik majd. Említette polgármester úr, hogy családbaráttá szeretnénk minél inkább tenni ezt a strandot, és milyen fejlesztések szolgálták ezt a közelmúltban, és a közeljövőben mi az, ami még itt megvalósul. Nagyon fontosnak tartom, hogy szoros és jó a kapcsolatunk a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel. Ennek tükrében a régi úttörőtábor, ami most már Beregszíve üdülőközpontként működik, teljesen fel tudtuk újítani, illetve olyan megyei programjaink is vannak, 16-os konzorciumban, topos pályázat keretében szintén nagyon sok mindenünk megújulhat, látható, hogy a munkálatok most is folynak, több ingatlant tudtunk vásárolni, kialakítottunk baba-mama szobát. Nagyon fontos, hogyha családokat várunk, akkor az édesanyákat komfortos körülmények között tudjuk irányítani gyermekeikkel együtt, ahol esetlegesen meg tudják szoptatni a pici gyermeket, tisztába tudják tenni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az ingatlanok vásárlásával információs pontot is kialakítunk a jövőben, az Aranyhomok éttermet ezért vásároltuk meg. Itt lehetőség lesz majd kölcsönzésre, hajók kölcsönzésére, kenuk kölcsönzésére, illetve kerékpárok kölcsönzésére, és nagyon komoly információkra, hiszen tudjuk azt, hogy Vásárosnamény kerékpárosbarát település, ugyanakkor a kerékpárokkal lejárhatjuk a középkori templomok útját, itt a Beregben átmentünk a Szatmárba is, ehhez is szeretnénk egy kis segítséget nyújtani, illetve nagyon fontos, hogy játszóteret építünk, illetve a vizes blokkokat végre mindenki megelégedésére felújítjuk teljes mértékben, hiszen tudjuk azt, hogy aki pihen és aki fürdőzött utána szeretne lezuhanyozni, rendbe tenni magát, ezekre is oda fogunk figyelni. Filagóriákat alakítunk ki, hogy aki esetlegesen a saját maga által hozott ételt, italt szeretne elfogyasztani, tudja leülni, de ugyanakkor arra kérek mindenkit, hogy kóstolja meg a Gergelyiugornyai Tisza parton az ízeket, mind az italokat, mind az ételeket, mert higgyék el, hogy ez egy páratlanul szép hely. És hogyha már ingatlanokat említett polgármester úr, azért az, aki lejön ide, láthatja, hogy vannak itt azért rossz állapotban lévő, vagy legalábbis elhanyagolt ingatlanok. Mit tud tenni az önkormányzat annak érdekében, hogy ezek mégis olyan formában legyenek? Nagyon köszönöm ezt a kérdést, mert nagyon sokan úgy gondolják, hogy ezen kérdések elől ki kell térni. Nem, mi elébe szoktunk menni, hiszen látjuk azt, hogy nagyon sok ingatlan gazdátlanná vált, vagy a tulajdonosok sajnos elhunytak, vagy pedig már nem foglalkoznak az ingatlanukkal. Jegyző úr által folyamatosan jelezzük a tulajdonosok felé, hogy tegyék rendbe az ingatlant, hanem akkor próbálják meg értékesíteni, illetve amikor egy ingatlan élet és baleset veszélyessé válhat, mint ahogy itt a színpad mellett épületi ingatlant is láthatjuk mindkét oldalon. Jelezzük a tulajdonosok felé, hogy mi az építésügyi hatóság felé intézkedéseket tettünk. Ebben az esetben mi már nem vagyunk eljáró hatóság, hanem az építésügy hívja fel a figyelmet arra, hogy az életveszélyt szüntessék meg a tulajdonosok. Ugyanakkor nagyon sokan jelzik ezt felém is, és ezeket én köszönöm, ezeket a jelzéseket, hiszen egy polgármester azért vállalja ezt a szolgáltatót, hogyha gond van, akkor is ezeknek a kapcsán tegye meg a megfelelő lépéseket. Igyekszünk ezeket megtenni, és én továbbra is várom azokat az építő jellegű, akár negatív kritikákat is, amelyek mind Vásárosnaményt, mind Gergelyiugornyát, mint az egész Bereget ugye előrébb viszik, hiszen ez a térség a miénk, és olyan lesz, amilyenné mi szeretnénk tenni. Országszerte több mint 15 000 fiatal került közelebb az önkéntességhez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat IfYou, Ifjúsági önkéntesek hálózata című programjában. Megyékben több mint 30-an nyújtottak segítséget a Felzárkózó Települések program nyírségi helyszínein, valamint a karitatív szervezet fogyatékossággal élőket gondozó intézményeiben. Bár a projekt megvalósítási időszaka lezárult, a most kialakított önkéntesek hálózata országszerte tovább működik. Köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Molnár Tamást és Fehér Krisztinát, regionális programkoordinátorokat. Hát nekem már maga a név is nagyon tetszik, az IfYou. Mit szerettek volna ezzel üzenni? Ez egy angol mozaik szóval játszottunk, hogy egy ha te segítenél, ugye akkor a saját magadat, az, hogy egy fiatalt bevonunk abba, hogy segítsen, egy segítő folyamatban vegyen részt, akkor ő maga is fejlődni fog. Ugye ha te segítesz, akkor te magad is fejlődsz a személyiségedben, egy talán picit jobb ember is tudunk ezzel válni, megismerjük önmagunkat jobban. És mindez összecseng, hogy ifjúságról beszélünk. Így van. Honnan jött egyáltalán az ötlet? Milyen előzményei voltak a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál az önkéntességnek? A Magyar Máltai Szeretetszolgálat rengeteg önkéntessel dolgozik együtt, a hét minden napján mondhatjuk ezt. A szervezet maga már több mint 31 éves, és önkéntes csoport alapította, ugye egy önkéntes közösség alapította ezt a szervezetet. Mai napig is meghatározóak az önkéntesek a szervezet mindennapjaiban, és elérkezettnek láttuk azt időt arra, hogy a fiatalok felé is újra nyissunk, hiszen időről időre egyre modernebb technikával kell megszólítani az egyre fiatalabb generációkat arra, hogy ugyanez a folyamatos csatlakozzanak, hogy kedvet kapjanak. Így kaptunk egy lehetőséget, hogy ebben a programban kipróbáljuk ezeket az új eszközöket. Mindemellett van egy kötelező program is a fiataloknak, hiszen az érettségi előtt kötelező 50 órát teljesíteniük közösségi munkában. Ebbe is be lehet őket vonni? Így van. Mi ezt egyfajta előszobának tekintjük. Az ifjúsági közösségeinkhez meg tudnak érkezni az 50 órát teljesítő fiatalok, és szeretjük azt tudni, hogy jó helyre kerülnek olyan srácok közé, akik szívesen végzik, már réges-rég túl vannak minden 50 meg több száz órán, és segítenek embereken, és velük kerülnek így kapcsolatba, és bízunk abban, hogy az ifjúsági közösség tagjai maradnak az 50 óra után is. Ha pedig nem, akkor is jól érezték magukat 50 órán keresztül, ami nagyon hasznosat tettek, és más srácokkal megismerkedtek. Mik az alappillérei az ifjúsági önkéntes munkának a Máltai Szeretetszolgálatnál? Ebben a programban volt lehetőségünk ezt kipróbálni és kidolgozni. Alapvetően egy felkészítéssel indítjuk. Ez egy komolyabb, legalább négy alkalmas, szinte fél napot felülelő egy ifjúsági felkészítés, ahol kicsit önismeret van, önmagukat megismerik a srácok, kommunikációs technikákat tanulnak, a társadalmi problémákra picit ránézünk, ami jelenleg a magyar társadalomban az ő életközös lakókörnyezetük közelében lehet szociális vagy társadalmi helyzetek. Ez egy érzékenyítés. Ez egy érzékenyítés, ezt megismerik, és így egy kis kapnak egy felkészülést arra, hogy mi fog rájuk várni, amikor elindulnak a szeretetszolgálat önkénteseként. Milyen területeken dolgozhatnak a fiatalok? A szeretetszolgálat nagyon sok területen van jelen, intézményi ellátásokat, modellprogramokat valósít meg, felzárkózó településeket, így akár a fogyatékossággal élő emberekkel, hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozhatnak, de az adományok szervezésében, gyűjtésében, a Nagy Málta nagy kampányaiba is bekapcsolódhatnak, de nyilván az ország más intézményében, más régióiban pedig a szociális ellátás igazából teljes területét kipróbálhatják. Hány önkéntes fiatal tudtak bevonni eddig az IfYou programba? Ebben a régióban jelenleg 55 szerződött ifjúsági önkéntesünk van, akik aktívan és folyamatosan részt vesz a munkánkban, és még egy 20-30 srác, aki időnként csatlakozik hozzánk. Az országos számokat pedig hát a kollégákkal szoktuk összesíteni, több ezer srácot értünk el legalább egy egyszer érzékenyítő alkalommal, és ebből a több ezer fiatalból maradtak aztán régiónként néhány százal, akik mindig együtt dolgoznak velünk. Itt a megyében, vagy ebben a régióban, ezen a nyáron mi történt, és ezt már Fehér Krisztinához intézem ezt a kérdést. Ezen a nyáron egy 6 napos bentlakásos tábort szerveztünk Nyírgyulaj székhelyjel. 31 fiatal vett részt ezen a programon, hétfőtől szombatig tartott. A felkészítés után 3 napon keresztül a felzárkózó településekre vittük el a fiatalokat, illetve azokba az intézményekbe, ahol a Máltai Szeretetszolgálat jelen van. Mi volt a feladatuk, vagy milyen területekkel foglalkoztak? Mit jelent az, hogy felzárkózó település, és ott mit kellett csinálni? Hát a mi régiunkban a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak 2 felzárkózó település programja van, Tarpán és Nyírkátán, illetve a testvérszervezetünk a Tutor Alapítványnak a programjába is bekapcsolódtunk Nyírpilisen és Nyírmihályiban. Ezeken a területeken a 300 leghátrányosabb településekből vannak kiválasztva az elsőkörös, illetve másodkörös pályázók, és nekik ezeken a helyeken jelenlétpontok vannak, ahol különféle közösségi, szociális tevékenységeket nyújtunk a rászoruló családoknak a településen. És itt a fiatalok maguk által választott program legtöbben kapcsolódhattak be. Vannak olyan jelenlétpontok, amiket most vásároltunk is a felújítási munkálatokba, a kerítésépítésbe, illetve kerítésfestésbe, vagy játszótér rekonstrukciójába kapcsolódhattak be. Voltak olyan programelemek, ahol magukkal a gyerekekkel, vagy a gyerekeknek a szüleivel közösségi programokat, játszást csinálhattak, illetve Nyírbátorban a gyerekesi program keretében egy napközis tábor volt a szegregátumban található közösségi házban, ahol zenés, táncos foglalkozások voltak a gyerekek számára, ezekbe is bekapcsolódhattak, és 2 fogyatékossággal élő intézményünkben, Gacsájban és Jándhajtison is a fogyatékossággal élők személyekkel tölthettek el egy fél napot az érdeklődő fiatalok. Volt velük valami feladatuk, vagy egyszerűen csak ismerkedni, beszélgetni, közeledni egymáshoz? Minden napnak megvolt a maga tematikája, a fogyatékossággal élő intézményekben kézműves foglalkozások voltak, a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknél pedig inkább ilyen társas kapcsolatok erősítése, nagy játékok, illetve kézműves foglalkozások voltak. De ezek mellett természetesen az ilyen egyéni és csoportos beszélgetések is voltak, mert a gyerekek ezt nagyon igénylik. Mit tapasztaltak? Hogyan csapódott ez le egyrészt az önkéntes fiatalokban, másrészt a másik oldalon? Minden este volt egy ilyen feldolgozásos programunk, hogy a gyerekekben nem maradjon, vagy a fiatalokban nem maradjanak benne ezek ha esetleg negatív élményeik voltak, vagy hogy a javaslataik voltak, hogy szeretnének másképp csinálni másnap más programokat, akkor erre mi természetesen nyitottak voltunk. Tehát velük minden este egy coach, minden nap más coach volt a szervezetünktől, velük együtt dolgozták fel az aznap történteket. A gyerekeknek meg az, hogy másnap örömmel fogadták az önkénteseket, szerintem az egy nagyszerű visszajelzés volt, és azóta is emlegetik, hogy ez programok mikor lesznek újra, és mikor jönnek újra a más településekről fiatalok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly hiánypótló tevékenység ebben az országban, mert hogy szegregáltan valahogy a társadalomtól kirekesztve élnek azok a gyerekek, vagy akár felnőttek, akik fogyatékossággal élnek, és nem képesek önálló életvitelre. Sokszor azt tapasztaljuk, hogy félnek ilyeneket látni, felnőtt emberek is, nem csak gyerekek, sőt, felnőtt szülők óvják az egészséges gyerekeiket tőlük. És azt gondolom, hogy ezen nagyon komoly váltást kellene csinálni. Meg is említették a fiatalok, mert mindegyik azt mondta, hogy elsőnek, tehát félelemmel indultak neki annak a napnak, amikor ebbe az intézménybe beléptek, de hogy mindenki kellemesen csalódott, mert hogy az ottani szakemberek támogatták őket, tehát nem hagyták olyan helyzetbe benne őket, amitől kellemetlen élmények lettek volna, illetve az ott lakók is teljesen nyitottan, oké, hogy gyereki szemlélettel, de hogy elragadtatással és őszinte szeretettel fogadták az ott lévőket, és ez nekik nagyon nagy pozitív töltést adott. Tehát, hogy ez a tábornak az egyik pozitívuma volt, hogy kellemesen csalódtak ebben a környezetben. Fel lehet azt egyáltalán mérni, hogy hosszú távon milyen következményei lehetnek ennek, vagy milyen hozadékai lehetnek annak, hogyha ezt a programot kiterjesztjük akár egy szélesebb közegre? Én most akár arra gondolok, hogy ha valakinek születik egy ilyen gyermeke, és nem látott még korábban ilyet, az teljesen más, mint amikor természetszerűen veszi, hogy van ilyen. Igen, ugye két csapat fiatal is részt vett egy-egy ilyen napnak a segítésében, mint önkéntes fiatal. Nagyon pozitívan nyilatkoztak, és igen, tehát van arra ráltás, hogy lássanak, hogy tapasztaljanak. Ők már teljesen máshogy viszonyulnak fogyatékossággal élő emberekhez, mint akár egy héttel korábban a tábor előtt. Mennyire tudja beszippantani ez az önkéntes munka a fiatalokat? Az önkéntes munka nagyon szívesen segítenek a srácok, nagyon barátságosak, nyíltszívűek, de ezek mellett a közösség, az a csapathoz való tartozás, az, hogy együtt vagyunk, az, hogy egy nagy szervezetnek a csapatához tartozhatunk, az, hogy viselhetjük a pajzsos pólót, az, hogy segíthetünk, ez sokat jelent a srácoknak. Nemes ügyeket szolgálunk. Ez pedig a legfontosabb. Mi lesz ennek a folytatása? Mit tervez a Máltai Szeretetszolgálat? A Szeretetszolgálatnak folyamatosan vannak az önkéntesekkel stratégiája, tervei, mindig vannak programjaink, amire szeretettel várjuk őket, igyekszünk mindig újabb és fiatalokat megszólítani és bevonni, felkínálni nekik különböző önkéntességi lehetőséget, a meglévő csoportjainkat pedig folyamatosan erősíteni, fejleszteni, a srácoknak olyan teret adni, ahol kipróbálhatják magukat és a saját határaikat feszegethetik, mint ahogy ezen a nyáron is. És akár az online térben is lehetőség van, erről nem beszéltünk még. Így van, egy nagy fejlesztésen is túl vagyunk ebben a szempontból. Egy mobil applikációt, illetve egy új honlapot is indított a Szeretetszolgálat. Ez az applikáció, ez letölthető, ez az IfYou, ahogy a mozaik szóval játszottunk az elején, ezen a szóval lehet elérni az ismert applikáció letöltő helyekről. Így gyakorlatilag a srácok megismerhetik az önkéntes fogadó helyeinket, regisztrálni tudnak, később ennek a fejlesztése folyamatosan zajlik, később majd visszajelzéseket fognak tudni adni, pontozni tudják majd az önkéntes fogadó helyet vagy csoportot, hogy mennyire érezte ott jól magát, milyen tevékenységet kapott, és azt ő hogy tudta megoldani. Molnár Tamás, Fehér Krisztina, én további sikereket kívánok ez a nagyszerű programhoz. Köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Köszönjük. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, műsorunk szerdai adásában foglalkozunk a Kisvárdán jelenleg zajló fejlesztésekkel, így például az épülő honvédelmi sportközponttal és a vár felújításával. Bemutatjuk a hodászi felzárkóztató programot, emellett a sóstói erdőbe is ellátogatunk, hogy megnézzük, milyen aktuális feladatai vannak a nyíregyházi erdészetnek. Várjuk vissza önöket aznap este is, mára további jó pihenést kívánunk, viszontlátásra!